Rekordszintre, 11 éves mélypontra zuhant a kínai yuan árfolyama a dollárhoz képest, mind a belső, mind a külső piacokon, miután a kínai-amerikai kereskedelmi háború pénteken eszkalálódott. Először Peking vetett ki büntető 75 milliárd dollár értékű amerikai importárú majd erre válaszú Washington további 5% pót helyezett királtásba 550 milliárd dollár értékű kínai importárura. A Yuan a belső piacokon 7,15-re esett a dollárral szemben. Ezek után jelentette be hétfőn a kínai miniszterelnök helyettes, hogy Peking nyugodt tárgyalások révén akarja megoldani a kereskedelmi vitát. Donald Trump üdvözölte a kínai kezdeményezést. Nagy tisztelet a kínai elnöknek és a kínai képviselőknek, amiért nyugodt megoldást szorgalmaznak, a tárgyalások folytatódnak, Kína további ellenlépéseket tesz saját érdekének megóvására, amennyiben az Egyesült Államok valóban új vámtarifákat léptet hatályba. Ezt már a kínai külügyminisztérium szóvivője mondta hétfőn.